Az NB1-es női, valamint az NB2-es férfi asztali tenisz bajnokságban szereplő kanizsai csapat idegenbeli győzelemmel kezdte a tavaszi szezont. A hölgyek a Kaposvár otthonában végig kiegyensúlyozottan játszottak, a fiataljaik is jól helytáltak, így magabiztos diadalt arattak. A férfiak a Mohács otthonába látogattak. Kahotek sérülés, Horváth pedig tanulmányi okok miatt hiányzott, ám a tartalékosan szereplő sörgyáriak ettől függetlenül remekül szerepeltek és a vártnál könnyebben nyertek.